2016. decemberében kezdte meg működését az Ibrányi iránytű tanoda. Az intézmény célja az iskolai lemorzsolódás csökkentése, a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása. Erre egyedi módszer dolgoztak ki, a fejlődés hierarchia piramist. Ebben a tantárgyak és a különböző kompetenciák fejlesztése egymásra épülnek, a végső cél pedig a szociálisan életképes egyén. Ennek része az is, hogy különböző élményeket szerezzenek a gyerekek. Most már a negyedik éve zajlik ez a program. Fantasztikus, hogy több mint 50 gyerek részvételét tudjuk elmondani. Külföldi kirándulások, az ország első tanulái között voltunk, akik a Horvátországba jutottak a gyerekekkel, Ausztriába jutottak a gyerekekkel, tehát próbálunk olyan élményeket szerezni nekik, ami otthon azt saját szüleiktől nem tudnak megkapni. Én azt gondolom, hogy nem csak a önkénteseink, a mentoraik részvétele, de maga a tanodai közösség a lényeg, és itt az, hogy egy magot, egy közösséget tudnak alkotni, van hova minden nap jönniük, van hova valahova tartozniuk, és ez az a mi erősségünk, ami igazán kavácsol és fejleszt és összetart. Az Ibrányi tanoda évek óta szoros együttműködésben áll a városban működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal. Kölcsönösen részt vesznek egymás programjain, közös tanácskozásokat is tartanak. Olyan családi közegből és hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekről van szó, vagy olyan gyerekekről, akiknek esetleg a szülei nem igazán tudnak otthon segíteni, úgy a tanulásban, mint a fejlesztésekben. A tanodának a belügyminisztérium 2 millió forintos támogatásának köszönhetően az országban egyedülálló módon elsőként lehetősége nyílt egy tábor megszervezésére. A Látószög filmes tábor és tudástár Te a délután nevet kapott program célja az volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek a filmek világával, kamerahasználattal, vágástechnikával, szerkesztői feladatokkal és bepillantsanak a stúdióbeszélgetések működésébe. Ebben a Kölcsei Televízió stábja segített a diákoknak. A Kölcsei TV-nek a munkatársai eljöttek, hogy megmutassák nekünk, hogy milyen ez a filmes szakma, és hogy mi is tanuljunk valamit tőlük, amit ők tudnak. A filmezésről, meg a kamerával kapcsolatos dolgokat tanultuk. Mint például? Hát, hogy kell használni a kamerát, milyen a kamera, ilyesmiket. Az Ibrányi filmes tábor záró eseménye egy látogatás volt szombaton az Etyeki Korda Filmparkban, amely hazai és külföldi filmrészletek rendszeres forgatási helyszíne.